Az apostolok cselekedetei 16-os részéből 16-ost olvasom. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdájának. Először is, tehát vizsgáljuk meg egy kicsit részletesen. Azt lehet látni, hogy itt Pál apostol és Szilás. Szilás Filippibe mennek, és jött ez a szolgáló lány. Na most ebbe a szolgáló lányba, itt azt mondja az ige, egy jövendőmondó szellem volt. Itt az eredeti ógörökbe itt egy piton szellemet ír. Ez a piton, ez egy kígyó, akit, tehát ez egy mitológiai dolog volt. Utána olvastam, van egy hosszú leírása, azt be is fogom linkelni. Egyébként azt jelenti, hogy rothadó, és ez egy, majd belinkelem, hogy mit kell erről tudni, ide a videó alá. És jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak, és itt ez a jóslásnál, itt azt írja itt az ógörög szómutató szótár, hogy keleten az őrült embert általában Isten által ihletetnek tartották, innen ered szerintük a jövendőmondó képessége, ezért itt a ugye mondom, hogy tehát ez azt jelenti, hogy megőrül, őrültként viselkedik, értelmileg összezavarodott emberként cselekszik. Ez is egy érdekes dolog, hogy itt ez a szó van. Na most ez is egy érdekes, tehát itt írja az igaz, hogy szolgáló lány jött velünk szembe. Hát ez se véletlen, itt úgy gondolom, hogy ez a okkult varázsló nő, tehát ez a démonizált hölgy, akiben ez a kígyó szellem volt, ez a jövendőmondó piton szellem, ami mondom, majd belinkelem, de a delfai jósdához köthető. Tehát ugye azt is le kell szögezni, hogy a jövendőmondás az nem Istentől van, az ilyen jóslás, amikor Isten szelleme által van kimondva valami, a jövőről az profétálásnak nevezik, és ennek a sátáni ellentéte ez a jövendőmondás. Tehát ez démonikus, én úgy gondolom, vagyis hát úgy értem, meg úgy írja az ige. És tehát, hogy jött szembe velük, az ördög, tehát a sátán úgy intézte, hogy oda vitte ezt a nőt, és azt mondja, hogy követte Pált és minket, és így kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik hirdetik nektek az üdvösség útját. És ami érdekes itt, hogy ez az információ, hogyha csak az információ részét vesszük, akkor ez igaz. Tehát igazat állított. Tehát tulajdonképpen magasságos Isten szolgái, ugye valóban, és a hirdetik az üdvösség útját valóban. Tehát az is érdekes, hogy miért pont ezt mondta? Tehát miért igazat mondott? Persze most belegondolok, hogy ezzel tulajdonképpen egy ilyen ricsajt okozott, tehát egy felfordulást, hogy most belegondolok, hogy ott megy a Pál, meg a Szilás, és akkor mögöttük meg jön egy ilyen varázsló nő, és ordibál, tehát ez nem egy ékes dolog.
De azt mondja itt az ige, hogy ez több napon át is művelte. Párt azonban bosszantotta ez. Tehát az is érdekes, hogy több napig, amíg ez megtörtént, addig Pál apostol nem reagált erre. Vagy hát nem írja az ige, tehát, hogy mert azt mondja, hogy ezért megfordult, és azt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. Ezt nem írja az ige, lehet, hogy egyébként már Pál vissza, már, tehát itt több napon át művelte ez a nő, és akkor lehet, hogy már Pál többször mondta neki, hogy kedves hölgyem, vagy nem tudom, ne ordibáljon, ha lehet itt mögöttünk. Tehát lehet, hogy szép szóval próbálkozott, mert de az is lehet, hogy mivel igazat mondott a hölgy, ezért nem tűnt fel a Pálnak, hogy ez végül is egy démon által beszél. De az a lényeg egyébként, ezeket nem jelenti ki az ige, de azt kijelenti az ige, hogy Pál egy nagyon erőteljes dolgot csinált, tehát hogy parancsolt, de nem is a nővel kezdette beszélgetni, hanem egy démon szólította meg személyesen, és megparancsolta a démonnak tegező hangnembe, ugye, hogy parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Igen, azt megnéztük már, hogy az abban az órában azt nem úgy kell érteni, hogy egy órán belül, hanem az azt jelenti, hogy rövid, tehát abban az időben, akkor, tehát rögtön kiment belőle. Azt nem nagyon írja itt az ige, hogy hogy ment ki, és hogy mi történt utána a hölgyel. Tehát most ebből a hölgyből kiment a démon, feltételezem, hogy a hölgy utána megtért, és tanítványa lett Jézusnak. Tehát különben, hogyha nem tért volna meg, akkor ugye meg azt mondja az ige, hogy hétszer te gonoszabb démonok mennek vissza, az meg akkor egy kegyetlen dolog, hogy kiment belőle ez a démon, víz nélkül való helyeken járt volna, és akkor utána maga mellé vesz hétszer te gonoszabb démonokat, azt visszamennek ugyanebbe a lánykába, hát azt mondja, rosszabb lett volna a helyzet a hölgynek, mint előtte. Nagyon reméljük, hogy nem ez történt, erről se ír az ige, ezért kijelentést, tehát nem kell spekulálni, csak el lehet gondolkodni. És hogy hát igen, valószínűleg meg is tért utána a hölgy, szóval úgy tudom elképzelni, hogy ott hangos kiáltásra ment ki a démon, utána a hölgy összeesett valószínűleg, mint egy halott, vagy ilyesmi, talán amikor fölkelt, akkor tiszta tekintettel valószínű, hogy elkezdett tudakozódni, hogy mi történt, és akkor meg is tért, vagy rögtön meg tudott térni, mert ugye azt mondja, hogy amikor látták, uri, hogy oda lett az, ami ből kerestet reméltek, tehát hogyha nem tért volna meg a nő, akkor nem, tehát itt valamit látniuk kellett ezeknek az embereknek, ezeknek az uraknak, urainak. Tehát valószínűleg látták, hogy összeesik, tehát kiáltozott, megszaggatta, lehet, hogy megszaggatta a démon, erős ír most az ige ebbe a szituációba, és azt látták, hogy a veszett fejsze nyele. Az, hogy mikor látták, ez is egy erős ér az ige, tehát, hogy mik ott voltak, és esetleg ezt végignézték, vagy valaki oda elment, és elmondta, hogy te figyelj, de hát itt van ez a... Jött itt két ember, azt itt kiűzték a démont a jövendőmondó lányból. Hát ezeket el lehet gondolkodni. Az a lényeg, hogy valahogy megtudták ezt a dolgot, és hirtelen elborult, nekik őket is a sátán fölidegesítette, mert ugye itt teljesen, tehát itt olyan szinten belenyúltak a sátán munkájába, a Pál és a Szilász, beleköptek a sátánnak a levesébe, csúnya szóval, vagy belenyúltak, tehát nagyon durván demonstrálták Isten erejét, mármint a sátán szemszögéből durván, és nagyon fölidegesített a sátán, és fölindította ezeket a gazembereket, ezeket az urakat, hogy ezek agresszívan, tehát elég durva jelenet lehetett, hogy megfogták Pált és Szilászt, és elkezdték rángatni. Tehát milyen agresszió, tehát gondoljunk bele, hogy megvan írva, ugye, hogy amikor, tehát hogyha valaki
kegyesen akar élni Krisztus Jézusban, küldöztetni fog. Hát itt beteljesedett, itt nagyon durván beteljesedett. És ez mi motiválta? Tehát azt is mondja az, hogy minden rossznak gyökere ugye a pénznek a szerelme. De ezek az emberek ebből éltek végül is többek között, hogy pénzért gondolom ez a nő jósolgatott, és ők meg lefölözték a pénzt, tehát mint a stricik, csak ugye itt, tehát borzasztó. Tehát ez körülbelül olyan szitu lehetett, most belegondoltam, mint hogyha van két prostituált, vagyis van egy prostituált, és nagyon sok pénzt behoz, és akkor megtér a prostituált, és akkor a stricik megfogják a evangelistát, hogy elvetted a pénzünket, és nagyon durva. Azébként az is durva, hogy a hatóság elé hurcolták a főtérre, tehát nem az, hogy ők elintézik okosba, hogy most megverik őket, hanem hogy olyan sátáni hatóság volt, hogy odavitte a sátán őket a sátáni hatósághoz. Tehát sajnos a legális előjárók, azok démonizáltak voltak. És akkor itt azt mondja, az előjárók elé vezették őket, és azt mondták, ezek az emberek zsidó létükre felforgatták városunkat, és olyan szokásokat hirdetnek, amilyeneket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt. Tehát itt még durvább, hogy itt olyan szinten démonizált volt a légkör, hogy az egész sokaság ugyanúgy örjöngeni kezdett, a sátán azokat is felindította. Tehát ugye, akikben nem a Szent Szellem volt, már pedig ezekben az emberekben nem az volt, ez a csőcselék, ezek meg akarták szinte lincselni. Tehát elképesztő ezt elképzelni. Hú! Előjárok letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Hát igen, ezt is el lehet képzelni, hogy gondoljunk bele, hogy letépik a ruhákat. Milyen megalázó, tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen lincselés, és megbotoztatás. Tehát ezt csak kell képzelni, hogy ilyen kis pálcikával, hanem egy kőkemény, brutális verés. Tehát azt mondja, sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe is vetették őket. És tulajdonképpen nem csináltak semmi rosszat. Tehát mit csináltak? Kiűztek egy démont. Hát mi történik erre? Lincselés, verés, botozás, ruhaletépés. Hát nem semmi a sztori. Hát igazából elgondolkodtató sok minden egyébként az is, hogy manapság miért nincsenek ilyen hiteles démonűzések, mint itt a Pálnak ez a démonűzése. Vagy ha vannak, akkor miért nem annyira látható, meg... Mert igazából tényleg az erő az megvan, tehát a Biblia azt írja, hogy Jézusnak adatott ugye minden hatalom mennyi és földön, és aki meg átruházta az egyházra ezt az erőt, tehát azt mondta Jézus, hogy aki démonokat űztök, aki hisz, az démonokat űz, és hogy adtam erőt, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok az ellenségnek minden erején, hogy semmi sem ártott nektek. Tehát ez egy felhatalmazás, az exúzia, az hatalom. Tehát csak ugye a hatalom az lehetőség, hát azzal vagy él valaki, vagy nem. Tehát most mondok egy példát. Hogyha te mondjuk egy rendőr vagy, és hatalmad van arra, hogy megbüntessed a gyorsajtókat, de hogyha csak ki nem büntet, tehát hogyha jön egy gyorsajtó, leállítod, és nem bünteted meg, nem veszed fel az adatait, vagy nem történt, akkor tovább megy. Na most ugyanúgy, hogy most a Jézus megadta a hatalmat az egyháznak, de hogyha hitetlenség miatt, vagy nem tudom miért, az egyház ezt nem használja, akkor ugyan a hatalom megvan, de hát a hatalom az egy lehetőség, az nem kötelező, nem kötelezi. Tehát ugye Jézus, tehát a Szent Szellem nem kényszerít arra senkit,
hogy tehát például nem az, hogy valaki úgy üzd démont, hogy kényszert érez, hogy egy belső kényszer, amit nem tud ellenállni, és úgy kell démont üzni, hanem ez szabad akaratból van, hogy megvan a hatalom, és hitáltal lehet démont üzni. Úgyhogy hát én úgy értelmezem meg. Tehát az egyháznak már megvan a hatalma, de ez ugyanolyan, hogyha megvan rakva egy terített svédasztal, mindenféle finomsággal, akkor, és valaki kifizette a svédasztalon való fogyasztás árát, akkor fogyaszthat, hatalma van, hogy fogyasszon, de nem kötelező. Nem tudom, mennyire jó ez a példa, mindegy. Úgyhogy ezek, tehát érdekes kérdés egyébként szerintem, hogy tehát egyrészt, hogy miért történhetett több napig, hogy több napig ez a szolgálólány ordibált, kiáltozott, miért csak több nap után lett kiűzve ez a démon? Jó kérdés. De hát mindegy, mert az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen jó. Ha majd tehát tovább megyünk, lehet látni, hogy nagyon jó lett a végeredmény. Tehát hiába történt meg ez a lincselésszerűség, ez a megbotozás, ez a börtönbe vetés, mert egy nagyon nagy csodával avatkozott be az úr. Tehát ugye nézzük meg tovább. Ja, azért nézzük meg, hogy sok ütés mértek rájuk, börtönbe vették őket, megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Tehát még direkt meg is parancsolták. Nyilván, ha börtönbe vetnek valakit, akkor evidens, hogy vigyázni kell, de itt a börtönőrnek még külön megparancsolták, hogy nagyon vigyázzon. Tehát ebből látszik, hogy mennyire a sátán, mennyire haragudott ezekre az emberekre. Mármint Pálra és Szilászra. Tehát akkor azt mondja, azt pedig, mivel ilyen parancsot kapott, tehát a belső börtönbe vetett őket, és lábukat kalodába zárta. Tehát ez nagyon félt a börtönőr a szökésüktől, ezért, és mivel, hogy direkt megmondták a főnökei, hogy nagyon vigyázzon, ezért nem egy külső terembe, tehát ahonnan esetleg könnyebb kiszökni, nem belső börtönbe, az nem tudom mennyire, tehát nincs leírva, hogy mennyire volt belső, de nyilván volt akkor előtte egy-két helység, amin át kellett menni, hogy bejussunk, tehát belül volt az épületbe, illetve lábukat kalodába zárta, tehát hogy az meg ugye azt jelenti a kaloda, hogy egy ilyen teljes láb bilincsbe is, tehát vagy aztán ottan megmozdulni ne tudjanak. Tehát itt tényleg bebiztosított, hogy ezek innen emberi szinten az életben nem jönnek ki, amíg ki nem szabadítják őket. Tehát igen. És mondja, éjfél tárban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. Igen, hát ezt is már egy előző videóban is ugye elhangzott, hogy ebben nagyon sok hívő szerintem lehet, hát egyrészt valószínű, hogy azon gondolkodni, hogy mit rontott el, hogy ilyen helyzetbe került, de az, hogy mondjuk hangosan imádkozna, mert itt ugye azt mondja, hogy a foglyok pedig hallgatták őket, tehát az, hogy hangosan énekeljen valaki a börtönbe, az elég ritka. És ráadásul, hogy magasztalták az Istent, hát nagyon érdekes jelenet lehetett egyébként, így érdemes elképzelni, hogy ott vannak egy koszos börtönbe, éjfél tájba, tehát késő van, fáradt, nehéz napjuk volt, ugye nagyon nehéz napjuk volt, kaptak hideget, meleget, kaptak botütést, gondolom ott véres rongyokból, ott ilyen mocskos patkányok járta a mocskos, büdös helyen. Erre mit csinálnak? Worship night, dicsőítő est. Meg maga imádkoznak, szóval dicsőség az Úrnak a hit hőseiért, és hogy ugyanaz a szellem van bennünk, mint ő bennük. És hát hála Istennek, hogy mi nem vagyunk ilyen helyzetben, ugye nem egy börtönből csinálom ezt. De hát ez... Halleluja, és akkor azt mondja... Ja, és a foglyok pedig hallgatták, tehát ezzel egy bizonságot is tettek, tehát a foglyok gondolom elgondolkoztak, hogy ahelyett, hogy ezek az emberek
ugyanúgy, mint ők magukba szálltak volna, vagy mit tudom én, depresszióztak, vagy dühöngtek volna, vagy ottan káromkodnak, ezek elkezdik dicsérni az Isten. Szóval én kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen helyzetekben, vagy nehéz helyzetekben is ilyen tudjuk dicsérni az Urat. Mert hiszen itt jön, hogy ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerűen megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Hát az Úr, Jézus él, halleluja, az Úr. Hú, nagyon durván beavatkozott. Földrengés. Megnyílnak az ajtók. Lehullnak a bilincsek. Na most az is egy kérdés, és hogy a többi rab, akik mondjuk jogosan voltak esetleg benne, azok is ki tudtak-e menni, mert akkor viszont, ha mondjuk voltak ebben a börtönben ilyen tömeggyilkosok, meg nem tudom, és, vagyis ilyen tényleges elkövetők, akkor azok mondjuk, ha kiszöktek, akkor az nem túl jó. Bár erről nem ír az ige, de azt írja az ige, hogy a börtönőr Feriat meglátta, hogy itt vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával. Pál azonban rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ja, hát mondjuk itt akkor lehet, hogy itt a válasz, hogy valamennyien itt vagyunk. Mondjuk akkor ez is egy természet feletti, hogy nem futott el a többi rab azonnal. Nem tudom, lehet, hogy az angyalok, tehát valami természet feletti szinten akkor... Azt mondja, erre az világosságet két beront, a remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és azt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek. Azok pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házadnak a népe. Hát ez is tetszik nekem, hogy a Pál tényleg, tehát, hogy először is milyen szíve volt Pálnak, hogy nem azt mondta, hogy jó, akkor dögöljön meg ott azonnal ez a mocskos börtönőr, akit rájuk zárta, meg itt kalodát csinált, meg ez a mocskos szemét, hanem a kegyelem volt a szívében, hogy ne tegyen kárt magába. Halleluja. Ez a börtönőr. És Pál hangosan kiáltott, tehát Pál nagyon a szívén viselte ezt a dolgot. Nagyon. Halleluja. Szegény börtönőr is itt remegve borult Pál és Szilász elé. Uram, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Egy nagyon jó kérdést tett fel egyébként, tehát ez viszont tetszik ebbe a börtönőrbe is, hogy rátapintott a lényegre. Mármint, hogy az üdvösségé felől tudakozódott rögtön. Mondjuk ez is érdekes, hogy ebből, tehát hogy volt ilyen földrengés, meg minden, hogy ebből hogy jutott el a börtönőr oda, hogy ő üdvözülni akar, tehát hogy hogy rögtön tudta azt, hogy tehát hogy isteni, angyali beavatkozás történt. Itt lehet, hogy megint csak nagyon sok minden nem ír le az ige egyébként, hogy milyen tegtapasztalás, tehát hogy valószínűleg Istennek az ereje, vagy angyalok, meg ilyesmi, vagy olyan. Tehát, hogy ebből ezt mondta le ez az ember rögtön, hogy most, ha belegondolunk, hogy van egy pogány, vagy van egy ilyen római börtönőr, és hogy hirtelen megrendül a... Tehát ennek voltak információi valószínűleg ennek a börtönőrnek, hogy ő ezt a következtetést tudta levonni, hogy ezektől az emberektől az üdvösség felől tudakozódni. Tehát ez... Mert alapvetően ebből nem következik, hogyha történik egy földrengés, és kiszöknek a rabok, vagyis, hogy nem szöknek ki, de hogy kinyílnak az ajtók, hogy akkor az üdvösség felől kérdezősködjön. És akkor itt meg a válasz, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz te, mind a te házad népe. Akkor ebből megint csak az következik, hogy valamennyire kellett hallania ennek a börtönőrnek már Jézusról, mert különben, ha nem hallott volna semmit, bár itt mondja azért, hogy ekkor hirdették az Isten igéjét, és mindazoknak, akik a házában voltak.
Aztán, hogy pontosan hogy mondták el az evangéliumot, az sincs itt kibontva, hogy mennyire volt ez lerövidítve, mennyire hosszan mondták el esetleg itt az evangéliumot. Érdekes kérdések, tényleg sok kérdés van az emberben. De hát a titkok az úrjai, aki jelent a dolgok, tehát nekünk ez, ami le van írva, ezen kell állni, mert ez az ige, tehát ami nincs beleírva, azt meg lehet kérdezni az úrtól, és akkor lehet, hogy kijelenti, hogyha úgy látja jónak, azt mondja. Azt pedig magam elé vett őket éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal bemerítkezett egész háza népével együtt, azután házba vitte őket, asztalt terített, halleluja. Én úgy gondolom, hogy kenyeret megtörték, a bor is előkerült valószínű. És örvendezett, tehát ez is egy, előbb még öngyilkos akart lenni, találkozik az evangéliummal, az örömhírrel, és utána már örvendezik a végén. Mindez egy nagyon gyors, nagyon rövid idő alatt lezajló történet, tehát a pokolból a mennybe került ez az ember szinte. Halleluja, jó az Úr! Jó az Úr! Hú! Amikor megvirrat, elküldték az előjárók a hivatalszolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. Hát, érdekes. Pár azonban így szólt hozzá. Na most mindegy, egyelőre ennyit, és folytatás következhet.